A 4,3 milliárd forintos rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-Alföldi régióban című projekt keretében fejlesztések valósultak meg a Nyíregyházi és a Nagykállói kórházban. Ennek eredményeként Nagykállóban már működik a pszichiátriai rehabilitáció, emlékeztetett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház főigazgatója. A Dorján Gusztáv kiemelte, most egy évvel a Nyíregyházi alapkőletétel után a fejlesztés befejeződött, azaz hamarosan a Szabolcsi megyeszékhelyen is elkezdődhet a betegek rehabilitációja. Ennek a projektnek itt a nyíregyházi telephelyen két része volt. Volt a régebbi rehabilitációs osztálynak a felújítása, ahol kisebb kórtermeket, vízes blokkal ellátott, komfortosabb kórtermeket tudtunk kialakítani, illetve az az épület, ahol most is vagyunk tulajdonképpen, ez egy vadonatúj 1200 négyzetméteres, kétszintes fizioterápiával különböző eszközökkel, tehát víz- és balneoterápiához hasonló beavatkozásokkal tudjuk a betegeinket gyógykezelni. A beteg és környezetbarát egészségügyi rehabilitációs osztályon többek között víz alatti vízsugármasszázzsal, szénsavas fürdőkádban, modern gyógytornatermekben gyógyulhatnak majd a betegek. Itt leggyakrabban az úgynevezett neurorehabilitációs betegek, tehát elsősorban a sztrókon, tehát az agyi történésen átesett betegek, a különböző bénulásokban szenvedők, az olyan ideggyógyászati betegségekben szenvedők, akik elsősorban végtagbénulásokban szenvednek, valamint hát ide tartoznak természetesen még az a végtagamputáltak, ide tartoznak a különböző baleseti sérülteknek a mozgásszervi rehabilitációja. A klasszikus mozgásszervi rehabilitációhoz kapcsolódóan Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közel kétharmada ide tartozik, azaz mintegy 400 ezer lakos ellátása lesz itt biztosított. A kardiológiai rehabilitáció területén pedig Nyíregyházát és kistérségét fedi le a központ, ez 170-200 ezer embert jelent.